Amy, először is köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Igen, természetes részemről a szerencse. A 2000-es évek elején egy egészen új zenei stílust alkottatok. Mit gondolsz a mostani nagyslágerekről? Köszönöm, ez egy hatalmas bók, hogy mi egy új zenei stílust alkottunk. Igazán nem is tudom, a nagy slágereink, a Bring Me To Life és a My Immortal tulajdonképpen épp úgy az életünk része, és amikor ezeket eljátszuk, és a közönség velünk együtt énekli őket, akkor jössz rá, hogy ez egy nagy dolog, és ezt elraktározza az ember, és ott van vele. Tudjuk, hogy rengeteg hangszeren játszol, de melyik a kedvenced, és miért? Hűha! A szívem mélyén igazán én egy zongorista vagyok. Számomra ez a legkülönlegesebb, hogy nem kell gondolkoznom. Amikor játszom, akkor csak oda teszem a kezem a billentyűkre, és akkor figyelhetek minden másra, az éneklésre. 20-30 évvel ezelőtt igazán nagy rockslágerek születtek. Most viszont, hát mi történt? Ezt most hogy érted? Most is készülnek nagy rockslágerek, szerinted nem? Én nem gondolom. Azért szerintem nagyban függ attól, hogy arról beszélünk, hogy mit is hallunk a rádióban. A világ hatalmasat változott, hihetetlen rajongó tábora van tulajdonképpen minden egyes zenei stílusnak, akár hallod a rádióban, akár nem. Rengetegen hallgatnak zenét az interneten, így az előadók egyre nagyobb népszerűséget tudnak elérni, épp úgy, mintha egy rádióban játszott zenekarról volna szó. Több ezres közönség örül meg egy Korn vagy egy Rob Zombie koncerten, és számos olyan zenekar van, akik temértek rajongóval, követővel rendelkeznek. A tizenétek mindig különleges volt. Mit gondolsz a mostani fiatalságról? Szerintem a mostani fiatalok nagyon jó zenét csinálnak. Régebben folyton csak ugyanazokat a stílusokat hallottam a rádióban. Aztán hirtelen most valami megváltozott. Egészen izgalmas, különleges előadókat hallok. El sem hittem például, hogy itt vannak a Billie Eilish felvételei. Én teljesen oda vagyok érte. Különleges, sötét, menő. Nem hittem el, amikor először hallottam a kocsiban a rádióban. Engem nagyon felvillanyozott. Ki az, vagy melyik csapat, akiben a jövő rock zenéjét látod? Hú, ez egy nehéz kérdés. Evanescence. Ez a helyes válasz, ugye? Egy új albumon dolgozunk, és ezen vagyunk, hogy mi legyünk a jövő rockbandája. Jártál-e valaha Budapesten? Igen, ha jól emlékszem, akkor Budapesten forgattuk a Good Enough klipjét. De voltunk Budapesten, ez biztos. Egészen különleges volt, építettünk, nem én, hanem a csapatom egy házat, egy raktárépületen belül. A látvány úgy volt kitalálva, hogy minden lángra kap, de ez nem animáció volt, ezek valós lángok voltak. Tulajdonképpen egy egész házat felgyújtottunk a klip kedvéért. Iszonyú forróság volt, de izgalmas is volt egyben, aztán amikor az egész berobbant, akkor rohantunk ki az épületből. Egy kicsit nagyobb lett, mint amire mi gondoltunk elsőre. Ott voltak a tűzoltók kéznél, szóval senki sem sérült meg. Van bármiféle rituáléd, amit koncert előtt teszel, vagy van valami, amit magaddal viszel a színpadra? Igen, vannak. Vicces ez, mert szépen lassan kialakul, és utána már úgy érzed, hogy ez kell ahhoz, hogy egy koncert jól süljön el. Mindenkinek van egy megszokott rendje, ahogy egy koncertnek neki készül, én mindig jókorán elkezdek készülni. Bemelegítem a hangomat, méghozzá a fürdőszobában, valószínűleg azért, mert ott jó hangos lehetek, annyira, hogy aki hallja, az fogja be a fülét, ugye jó az akusztika is általában, szóval egész jól hangzik. Aztán a srácokkal beülünk egy szobába, és jó sok időt töltünk együtt, ilyenkor zenét hallgatunk, egy kicsit járkálunk fel alá a helységben, hosszú-hosszú perceken keresztül.
De igazából ez nem az idegesség miatt van, sokkal inkább azért, mert hogy nagyon nagy az energia, amit majd a színpadra akarunk vinni. Végül mit üzennél a magyar rajongóknak? Alig várjuk, hogy találkozzunk. Rég nem láttuk egymást, és már nagyon izgatottak vagyunk, hogy ismét egy kemény rockkoncertet adjunk. Ugyanis az elmúlt időkben nagy zenekari turnénk volt, ami ugyan csodálatos volt, de mindig jó érzés visszatérni és azt csinálni, amit igazán tudunk. Egy igazi rock show-t, szóval ott találkozunk.